olvasson meg egy szép lírai verset, amely talán egy moldvai népdalra is hasonlíthatna, ha nem én írtam volna. Sej elaludtam. Van neki egy verse, amelynek a címe egy szám. Én a kéziratos könyvben úgy láttam, hogy 66 a címe, de láttam megjelenni 67 címmel is, és akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy 68? Minden esetre ez olyan jó szöveg, hogy erről kár volt zenét írni. Kár lett volna, úgyhogy ezt elolvasom zene nélkül. Most vagyok 66 éves. Csak azért nem járok óvodába, mert köhögést kapnék. Csak azért élek, mert még nem haltam meg. Nem leszek öngyilkos, kivárom életem végét. Közeleg amaz idő, mikor az ember a szemétől nem lát, a fülétől nem hall, a lábától nem jár, a kezétől nem fog. Ekkor végleg befelé kell fordulni, belül sétálni, befelé figyelni. Csak a belső táj ne legyen barátságtalan. Következő vers egy antik metrumot elevenít föl, tehát egy 2000 éves formát, és egy álom leírása. És itt talán el tudom magyarázni, hogy egy költő hogy gondolkodik, ugyanis mikor ritmus gyakorlatokról volt szó, ugye tekerek a szél, tekerek a szél, titititá, ez egy ilyen mód, ez elindul a fejébe, és valami szövegcsapat tapad hozzá. Hát ebben a versben a szaffói versnek az utolsó, az adoniszi sora, ez egy tá-ti-ti-tá-tá. A vörösnek beugrott, hogy fogszi kutyáddal. Hát muszáj volt egy verset írni, ahol ezt elsütheti. Hát ez a vers, ez lett belőle, egy nagyon szép álom arról, hogy időskorban az ember hogy gondol vissza a gyerekkorára. Azt álmodtam, hogy gyerekek vagyunk még, összevesztünk, én megütöttem arcot. Most te sértetten menekülsz előlem, fogszi kutyáddal. Hosszú kórók közt libegő tyúska, átülel sűrű, puha őszi zsongás. Pókfonál csillog libegő hajadban, s futsz pityeregve. Én kínálnálak fanyar édes őszi szép bogyókkal, míg te csak egyre sírsz rész. Ülsz a kuckón és a szemembe nézel zord gyűrölettel.
Fölébredtem, ragyogott a reggel, s fájt, hogy többé már sohasem verekszünk. Őszmatán fut zöld tavaszon, s te is már nagy baba lettél. És ha már megpengettük az időmértékes versritmusait, akkor most hallgassunk meg egy szép bolgár népdalt. A bolgár folklórban még benne vannak ezek az antik elemek, csak ezeknek mostanában már csak táncneveik vannak. A következő dal címe Todóra, és egy szép lányról szól, aki elhever a fatövébe, szundikál egészen addig, amíg egyszer csak odajön egy fiatalember, ráhajol, és itt van vége a történetnek. De hát a folytatást el lehet képzelni. 11-16-os metronban nyomulunk. Bíróság, esküszöm, hogy csak ez történt. És most még két Nagy László fordította ugye ezt is, verset fogunk, egy népdalt fogunk eljátszani. Az első szintén Aquincumban tanultam, ez a Strumica kezdetű. Ez egy városkának a neve Macedóniában, és egy olyan fajta dal, mint a mi történelmünkben a Bornemisza Péter verse, hogy vajon s mikor leszen nekem Budában lakásom. Hát itt Strumica városába vágyik vissza valaki. A vers nagyon népszerű volt a 25. színházba. Mindenki fújta, énekelte, és Kristóf Tibi egyszer elsütötte azt a viccet, hogy beszólt az öltözőbe, hogy gyerekek, Strumicát várják a bejáratnál.
strumica, tam gdje to ima voda studena. Strumice, strumice, moj rodem kraj, strumice, strumice, ti za men si raj. Strumice, strumice, moj rodem kraj, strumice, strumice, ti za men si raj. Joj ti recim moram, lašu strumica, juket velit doga, juk juveroš morat. Joj ti recim moram, lašu strumica, juket velit doga, juk juveroš morat. Strumica, strumica, latlo kemi, strumica, strumica, idre mi midi. Strumica, strumica, latlo kemi, strumica, strumica, idre mi midi. Joj ti recim bora, lašuk strumica, lašuk. Ohoťu torku strumico i laň. Jej ti recim morám, lašu strumica, lašu, ohoťu torku strumico i laň. Strumica, strumica, látlo ke mi, strumica, strumica, ide mi vidí. Strumica, strumica, látlo nemi, strumica, strumica, ide mi vidí. Hát nem gyönyörű? És most következik a három tücsök története. Erről csak utóbb derült ki, hogy ez tulajdonképpen nem is népdal, hanem egy Vörös Sándor kvalitású bolgár költőnő verse gyerekeknek. Csak olyan jó Szófia környéki stílusban írtak hozzá a zenét, hogy én beszoktam, azt hittem, hogy népdal. És ilyen ritmusa is az a tipikus bolgár ecsenica, a nagy nemzeti táncuk. Úgyhogy engem nem zavar a műzene, én is csinálok egy csomót. Úgyhogy három tücsök története következik. Tulajdonképpen, ha az ember el akarálta merengeni, akkor egy kis balkáni háború története, ilyen viccesen elmesélve. Három tücsök összejött, hogy szerezne szeretőt. Hárman fogtak egy kislány, zöld rokolyás puslicát. Három tücsök összejött, hogy szerezne szeretőt. Hárman fogtak egy kislány, zöld rokolyás puslicát. Jött a török regiment, a tücsköknek neki ment. Írte szörnyű csatadult, vérrel a völgybe borult. Jött a török regiment, a tücsköknek neki ment. Prüszögtek a törökök, prüszögtek a prücsökök, de a zápor megered, elmosta a sereget. Prüszögtek a törökök, prüszögtek a prücsökök.
leghíresebb dal következik, legalábbis számomra ez egy nagyon fontos. Erre a versre mindig begerjedek, vagy szóval. Ez a sólyom ének, amelynek a kalandos történetét én már ezerhez elmeséltem, de hát ha van még olyan, aki nem hallotta. Ennek a népdal, ez egy valódi népdal volt, amit egy fesztiválon vett fel Timár Sanyi egyszer még Tuniszba, és a koncert egy ilyen hatalmas kolosszeumban volt, ahol 10 000 ember unta a zenét, mert nem volt benne dob. Ezt 4 asszony énekelte, minden kíséret nélkül, és valami fantasztikus zene volt, én nagyon beleszerettem, és Nagy Lászlót megkértem, hogy fordítsa le nekem ezt. Most az volt a gond, hogy nem értette a szöveget. De nem azért, mert nem tudott bolgárul, hanem azért, mert nem, kásás volt az egész, a zubogás, minden benne volt, nem lehetett kivenni, hogy mit mondanak. Aztán végül is látta, hogy mennyire töröm magam ezért a dalért, azt mondta, na jó, írok rá neked valamit. És akkor teljesen létrejött az a Balassé korában teljesen természetes szisztéma, hogy vannak dallamok, és arra írunk valami szöveget. Úgyhogy így keletkezett ez a kórusnak nevezett, egyébként kötetben kórus címen lehet megtalálni, én Sólyom éneknek hívom, ami szerintem az elmúlt időknek az egyik legszebb szerelmes verse. Igaz, hogy bolgár népzenei, vagy népdal motivumok vannak benne, amit a szövegben, a képek, stb. De ilyen tömör bolgár népdal nincsen, ezek mind 20-30 versszakot szoktak, mert van idejük meg.